Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nagyon-nagyon fontos az agrárium fejlesztése. Megszületett a költségvetés tervezet, amelyben Nagy István, a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy elégedett, hiszen az idejéhez képest 12 milliárd forinttal növekszik az Agrárminisztérium költségvetése. Többek között erről fogunk beszélgetni, de sokkal inkább a jövő kerül szóba. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke. Tiszteletem minden kedves nézőnek. Köszöntöm. Nos, én azt gondolom, hogy ez a 12 milliárd forint plusz a javára szolgál az agráriumnak, és ha itt megnézzük, hogy a szaktársa vezetője szerint mire fordítódik, azt gondolom, hogy elégedett lehet a kamara is jelen esetben. A agrárgazdasági kamara messze menőkig elégedett, hiszen a minisztérium költségvetésének a növekedésével pont a versenyképesség fokozása, az innovációs célok megvalósítása az, ami a reflektorfényben vannak a minisztérium részéről is, és természetesen hosszú távon az agrárkamara vonatkozásába is, ugyanezek a célkitűzések, amit meg is jelentettünk az elmúlt időszakban. Tehát rendkívül fontosnak tartjuk mi is, és a minisztérium is, a digitalizációt a mezőgazdaságba, tehát mindazt az automatizálást, ami elérhető, és mindazt az innovatív megoldási módokat, ami a generációváltástól kezdve az új technológiák, a manifesztálódik különösen az éghajlatváltozás okozta változások kivédésére. Nagyon fontos, hogy mi lesz a kappal. Ugye az év elején riasztó híreket kaptunk a közös agrártámogatási rendszerről, tehát az unión keresztül hozzánk érkező összegről. Úgy tűnik, hogy nyugvó pontra került, megvárjuk a végét, mondhatjuk ezt, hiszen tehát jósolni azért az agrárszakember nem szokás. Erről majd később. Ugyanakkor itt van előttem egy dokumentum, amelyet egyébként öntől kaptam, amely dokumentum meghatározza a jövőt. Nem stratégiát dolgoz ki, hiszen stratégiára nincs szükség, hiszen ebből annyi volt, mint égen a csillag az élelmiszerágazatban, általában az agráriumban. Sokkal inkább olyan megoldási javaslatokkal áll elő, amelyek tudatos munkával megvalósíthatóak, és a valamennyi mezőgazdaságból élő számára biztosítékot nyújtanak a jövőre. Ugye az első mindenképpen a versenyképes birtokszerkezet. Én azt gondolom, hogy a modernizáció mindenféle értelemben és módon ráfér a birtokszerkezetre. Teljes mértékben ráfér, hiszen ha javult is, de ezt a duális birtokszerkezetet, amiben még jelenleg is vagyunk, alapvetően nem változtatta meg. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon ma is körülbelül olyan 1.600.000 ember az, aki valamilyen módon az agráriummal és az élelmiszertermeléssel kapcsolatban van, ebben természetesen benne vannak a kis kerteket művelő emberek is, akkor láthatjuk, hogy tevékenyen és birtokokkal rendelkező ebből körülbelül 500.000. Tehát 500.000 fő körüli az a nagyságrend, amelyik tevőlegesen kisebb-nagyobb birtok tömbökkel rendelkezik, ebben vannak természetes személyek és természetesen gazdasági társaságok is, hiszen a 90-es évek elején volt egy rövid időszak, amikor a gazdasági társaság földterülethez juthatott. Most ebből a közel 500.000-ből azt jelenti, hogy mintegy 13.600 a különféle gazdasági társaságoknak a létszáma. A többi, a magánvállalkozásoké, ők birtokolják ma már az 56%-át a termőterületnek, tehát a magánvállalkozások. Ez régebben sokkal rosszabb arányba működött. Közbevetem, ez egy helyes arány most már? Vagy még csak elindultunk a felé? Elindultunk egy arány felé, de ma már szerencsére az arányok és a különféle sablonok nem mutatják a beltartalmat, hiszen ma már a magánvállalkozások közül nagyon sok nem mondható kicsinek.
Tehát hiába van besorolva a magánvállalkozások közé, a nagyságrendjébe sokkal nagyobb területet művel, akár bérelt területet, akár saját tulajdonban levő összevont területeket, mint amit gazdasági vállalkozások adott esetben egy KFT művel. Ez szerencsére így van, tehát az a folyamat, ami az elmúlt időszakban a gazdaságpolitika fő irányát vette, hogy a középvállalkozásokat kell megerősíteni, ez folyamatosan halad, és hát az elkövetkező időszakban is tovább fog erősödni. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés. Viszont, hogyha csak a számarányokat nézzük, akkor nagy vonalakban a magánvállalkozásoknak a hektárszáma, ez csak egy matematikai adat, az 7 hektár, a gazdasági társas vállalkozásoknak viszont 240 hektár. Az átlag így 12 hektárra jön ki, hangsúlyozom, hogy most már van átmenet a különféle osztályozások közt. Tehát az elkövetkező időszakban rendkívül fontos, hogy a további, és ezt célul is tűztük ki, birtokösszevonások és koncentráció megtörténjen. És ez a koncentráció úgy kell, hogy megtörténjen, hogy közben a magyar föld magyar kézbe tartását meg kell őrizni, és olyan szabályozó rendszer kell kialakítani, amikor ez meg is történhet, és hát nyilvánvalóan ennek kell sok mindent alárendelni. Amit viszont ehhez törvényi szinten is meg kell tenni, az az osztatlan közös tulajdon jogszabályi úton való mielőbbi teljes felszámolása, hiszen ez a magyar találmány nagyon sok hátrányt okoz jelenleg is. Ebbe beletartoznak az örökösödési szabályoknak a megváltoztatása, hiszen az, hogy egy-egy gazdasági társaság, őstermelő, családi gazdaság, teljesen mindegy, hogy melyik formát veszem, ha annak a vezetője elhalálozik, akkor azonnal újabb darabokra megy. Ez hova tovább? Gyakorlatilag egy osztatlan közösbe oda is el lehet jutni, hogy 6-8-10 négyzetméter van egy emberre írva egy 40-50-60 hektáros táblán, hát ez katasztrófa. Már pedig a nadrágszi parcellák ideje lejárt, hiszen ami ezzel kapcsolatos, tehát az új birtokszerkezet, ez lehetővé tenné a technológiai fejlődés megvalósítását is, mert az viszont elengedhetetlen a mezőgazdaság további fejlődéséhez. Lett légyen itt most elsősorban a növénytermesztésről, tehát a földekről szó. Ez mindenképpen így van, de még az előző gondolatmenethez annyit hozzátennék, hogy sokszor akadálya az ösztatlan közös felszámolásának és egy 8 négyzetméteres terület eladásának a jelenlegi földtörvény szabályozása, ahol ügyvédi kötelezettséget ír elő, stb. Tehát javasoljuk majd az országgyűlés felé, hogy bizonyos finomításokat kell majd a földtörvényen eszközölni, hiszen egy 8 négyzetméter ügyvéd előtti eladása, vonatkozása, hogy az osztatlan közös emerésze megszűnjön, hát nyilvánvaló sokkal-sokkal többe kerül, mint annak az ára, és hát ez nem várható el értelemszerűen a tulajdonostól, hogy ennyit áldozzon egy ilyen sajátságos dolog megszüntetéséhez, amit valószínű már örökölt, és hát semmiféle ilyen félkötődése nincs a földterülethez, vagy a mezőgazdasági tevékenységhez. Nyilvánvaló a birtok koncentráció, az később a hatékonyság növelését tudja szolgálni, de a birtok koncentrációt nem úgy kell elképzelni, hogy szükségszerű, hogy az elején minden egyes tulajdonos eladja a földjét, és ilyen vadkapitalizmus módon egyik a másikat kihasználja, kivásárolja, hanem ez egy természetes folyamat tud lenni. Először mindenképpen meg kell valósulni annak a szövetkezési integráció formának, ahol a kicsik be tudják vinni a tevékenységüket egy nagyobb volumenbe. Hát Franciaországban számtalan ilyen nagy szövetkezés van, amelyikbe 2 millió, 2 millió 200, 1 millió hektár számú szövetkezéseket tart fenn, és sok ezer taggal, tehát sok ezer taggal. Ez azt jelenti, hogy független ugye a birtok szerkezettől, a
táblák mérete, a hatékonyság, az vetekszik a magyarral, sőt, mi több időnként ezt meg is haladja bizonyos területeken. Későbbiekben természetesen az Agrárgazdasági Kamara ellenek is az a véleménye, hogy az a legszerencsésebb, hogyha a föld tulajdon és a föld használó az egy szemébe manifesztálódik. Ennél jobbat még ezen a földgobolyóvison nem találtak ki, és mi is ennek a hívei vagyunk. Az, hogy ez egy folyamat kell, hogy legyen, és semmiféle ilyen törvény adta kisajátításoknak nincs helye, hiszen sok minden közösbe való bevitelnek rossz emlékképei vannak a magyar gazdának, ez természetesen helyén való, és a megfelelő gazdasági nem is kényszer, hanem a célkitűzéseknek, a várható bevételének a nagyságrendje az, ami arra fogja késztetni a gazdákat, hogy a szövetkezés és a szövetkezés irányában mindenképpen igen, mozduljanak el. Márpedig a szövetkezet, mint szó, ne legyen szitokszó mostanság. Ezért is említek egyébként szövetkezést és integrációt, hogy semmiféle rossz ízzel ne történjen meg a múltba való tekintés, de az integráció és a szövetkezés az rendkívül fontos, és ennek a legfőbb adaptálója és átkötője az pont a támogatási rendszer tud lenni, amelyik, hogyha finoman, de megfelelő támogatási módszerekkel támogatja az eféle termékpálya menti szövetkezéseket, de lehet ez horizontális, akkor egyértelmű, hogy a gazdák a nagyobb jövedelem felé, a innovativitás felé el fognak mozdulni. Nyilvánvaló, hogy ez segíti a technológia váltást is, hiszen a precíziós gazdálkodás, az agrárinformatika, a digitalizáció, a biotechnológia arra vár, hogy azok a vállalkozások, agrárvállalkozások is használják a 21. század eszközeit, módszereit. Erre nagyon erőteljesen rá fogja kényszeríteni az agráriumot a mind inkább jelentkező munkaerőhiány. Hiszen a mind inkább jelentkező munkaerőhiány, ami egyrészről össztársadalmi szempontból rendkívül kedvező folyamatot jelent, tehát nincs ez a 10% fölötti, meg 10% körüli munkanélküliség. Emberek sokasága nincs otthon, tétlenségre kárhoztatva. Ennek ugye a másik oldala, hogy most bizony számtalan mezőgazdasági munkakörbe, állattenyésztést is beleértve, fejéstől kezdve állatgondozóig sok minden munkakört, bizony-bizony hiányok vannak. Nos, erre érdekes módon azért Nyugat-Európa sokféleképpen reagál. Az egyik ilyen reakció, hogy erősödtek azok a családi gazdaságok, például Franciaországban, amelyek a termékpálya mentén mondjuk nem csak nyersanyagot, tejet, hanem feldolgozott terméket, sajtot állítanak elő. És egy viszonylag szűk körbe ezt értékesítik. Tehát megvan neki a piaca, és megvan neki a saját munkaereje otthon. Tehát független gyakorlatilag a munkaerőválságtól, tehát a hiányoktól, és független a piaci szegmentációtól a másikak, akik feldolgozó üzemekbe szállítanak, pedig azt választják, hogy megszüntetik a tehenészeti telepeiket, összefognak, és bizony 500-tól 1000 férőhelyig nagy-nagy modern telepeket építenek. Ezeket viszont hát meglehetősen erősen gépesítik, és a nem gépesíthető tevékenységeket pedig hát kelet-európai munkavállalókkal látják el. Lengyelektől kezdve most hagyne soroljan, nagyon sok országból vannak ott munkavállalók, akikkel pótolják. Na most mivel Magyarországon nagy valószínűség szerint mi lejjebb nem tudunk hozni munkavállalókat ilyen értelemben, ezért nekünk egyetlen út van. Az automatizáció, a digitalizáció, az élő munkaerő mind hatékonyabb kiváltása. Az ebéli támogatások, és itt az Agrárgazdasági Kamara megfogalmazta, hogy minden támogatásnak legalább az 50%-át innovatív beruházásokra kell fordítani, és ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor óriásit tudunk Nyugat-Európa felé is lépni, hiszen
azok a telepek, azok az állattenyésztési telepek, ahol egy korszerű, automatizált technológiát, de legyen ez növénytermesztés is, be tudunk vezetni, és nem arra ácsingózunk idézőjelbe, hogy valamelyik nálunknál még nehezebb körülmények között levő országból bejöjjenek a munkavállalók, hanem kiváltjuk őket, akkor egészen biztosan, hogy a versenyképességünk javulása egy megfelelő birtokszerkezettel, támogatási rendszerrel és edukációval eredményesen tud termékei vonatkozásában megjelenni a európai és a világpiacon. Tehát nem kapálásra kell csábítani az emberfiát, sokkal inkább a kapálógép kezelésére megtanítani egyik oldalról, a másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy amikor ezt a birtokszerkezetet kitalálták, akkor nyilván ez a versenyképesség javításához is alapvetés, mert hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy az iskolákban jószerivel hiába fejlődik az oktatás, egyre kevesebben választják a mezőgazdasági tevékenységet, és ezt én tapasztalom egyébként nagy gazdaságban, kis gazdaságban egyaránt. Igen, ezt mi is tapasztaljuk. Ennek kettős az oka. Egyrészt a szakközépiskolákban, ami a régi szakmunkásképzőnek a mostani megváltozott nevét jelzi, bizony a szakközépiskolákban elég magas határt szabnak a képzésekre jelentkezők vonatkozásába, és sokakat nem vesznek föl. Na most a kamara is, meg személy szerint én magam is, ezt helytelennek tartjuk. Hiszen ezek a ifjúk nem kapnak képzést. Nem lesz nekik semmilyen szakképzettségük, még részszakképzettségük sem, nem kell nekik szakmunkás és szakközépiskolai bizonyítványt adni, de valamilyen képzésbe részt kellene venniük. Tehát igenis kell egy olyan iskolatípus, amelyik az általános iskola után szakképzésre, szakirányra valamilyen módon befogad minden oda jelentkezőt. Lehet ott különbségeket tenni iskolák között nyilvánvalóan, de nem szabad, hogy kikerüljön azonnal arra a munkaerőpiacra, ahol semmiféle képzettsége, végzettsége gyakorlatilag nincs. Tehát ez lenne az egyik fontos eleme a képzésnek, a másik pedig, hogy értelemszerűen az edukáció és a tudományos ismeretek, tehát a szakmai gyakorlat szempontjából fontos új technológiai ismereteknek a megtanulítása pedig azoknak, akik magas szinten kívánják a szakmáikat művelni, elkerülhetetlenek. Emellett természetesen nagyon erőteljes, szó szerinti marketing munkát kell végezni abba, hogy amit akár mi Mezőfalván is csinálunk, ha már minden szentnek egy kicsit maga felé hagylik a keze nekem is, hogy bizonyos tejnapokat rendezünk általános iskolától kezdve középiskoláig, amikor megmutatjuk, hogy hol hogyan tartjuk a teheneket, hogyan keletkezik a tej, és ugyanúgy a növénytermesztésbe, hogy bizony azok az ifjak, akik akkor találkoznak először ezzel a csodaszép szakmával, amit mezőgazdálkodásnak hívnak, bizony elcsábuljanak, és később ilyen pályát választhassanak. Ha ezt nem tesszük meg, akkor higgyük el, nem lesznek dolgozóink. Tehát nem véletlen az, hogy rendőrségtől kezdve tűzoltóságig, MÁV-ig, és most hagyd ne soroljak szakmákat, bizony tartanak nyílt napokat, és csábítják oda az ifjakat, hiszen ez a jövő záloga, hogyha ifjú elkötelezett szakemberek is az adott ágazatba szerepelnek, hát nálunk különösen az agrárágazatban, hogy fontos, hogy ott legyenek. Ugye a birtokszerkezet átalakításával kezdtük, akkor folytassuk az átláthatatlan működési formák megszüntetésével. Ugye ennek oka, olvasom itt ebben a brossúrában is, hogy a jelenlegi adózási és szabályozási környezet. És a javaslat szerint az elismert formák úgy indulnának, hogy őstermelő, egyéni vállalkozó, családi mezőgazdasági vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet. Egyik oldalról, hogy csökkenne az adminisztrációs teher, másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy a szántóföldtől az asztalig, ahogy a népszerű szlogen is mondja, teljesen világos és átlátható lenne minden.
Kezdjük talán az őstermelőkkel. Az őstermelőkre szükség van. Természetesen nem olyanokra, akiket most úton útfélen látunk, hogy cecei dinnyét árul már az egész ország, vagy akármilyet, hanem is tudjuk, hogy az nem az, bár ez legyen a nébik dolga. De én azt gondolom, hogy ez az alap, hogy azért legyen őstermelő, és akkor indulunk a technológiai formákig, illetve a sokkal nagyobb birtokig, hogy eljussunk addig, hogy a nagy gazdasági társaságok azért volumenében ellátják a magyar piacot. Tehát őstermelők sajnálatos módon nagyságrendben akár a 100 000 főt is elérheti, vagy még meg is haladhatja. Nem valós tevékenységet folytató őstermelő, hanem egy bizonyos családi vállalkozásnak a része. És maga az őstermelői tevékenysége pedig egy optimális adóelvárásnak felel így meg. Tehát egy 100 éves őstermelő, vagy pár éves őstermelő, vagy fiatalkorú őstermelő nyilvánvalóan, tehát amikor még rögtön kezdi ugye a tevékenységét, amikor a jogszabályára lehetőséget, tehát az bizony még papíron őstermelő csak. Tehát úgy fogalmazunk, hogy őrizzük meg ennek a rétegnek a adókedvezményeit valamilyen módon, de az átláthatóságot biztosítsuk, hiszen ebből a rétegből jó páran banki késztetésre kikerültek, hiszen a bank nagyobb beruházásra és hitelre egy bizonytalan gazdasági hátterű, kiszámíthatatlan, jövedelmű konglomerátumnak, gazdasági konglomerátumnak nem biztosít hitelt, hiszen a hitelbiztosíték sincs gyakorlatilag meg, ezért többen, akik beruháztak, át kellett, hogy alakuljanak valamilyen gazdasági társasággá. Tehát ezért mondtam az elején az, hogy ma már nem minden gazdasági társaság kicsi vagy nagy, mert az élet kikényszerítette. Tehát akkor tegyük meg azt a tisztánlátást, hogy tiszta, átlátható gazdasági, társasági formákat teremtünk, és viszonyokat. Az őstermelő maradjon meg annak, ami legelőször célkitűzés volt, amíg adókedvezményeknek a sora nem telepedett rá erre a megfogalmazásra, ami alapvetően a saját ellátását jelentette, és időnkénti felesleget piacon való értékesítésre. És az összes többi, ami ott el van sorolva, egyéni vállalkozástól kezdve családi gazdaságig olyan kedvezményekbe kell, hogy részesüljön, ami biztosítja az eredményes megélhetést, a vidéken maradást, az innovatív tevékenységek bevezetését, ezért banki hitelek könnyebb megszerzését, és gyakorlatilag innentől kezdve a bürokrácia nagy része is csökkenni tud, hiszen a bürokrácia meg pont az átláthatatlanság bizonyos elemeire települ rá, a nyomon követhetőségnek a biztosítása, amit szerkesztő úr is említett, igen fontos eleme, ez pedig átlátható birtokszerkezettel, átlátható gazdasági, társasági szerkezettel, átlátható adópolitikával lehet megoldani, hiszen akkor az adóbevételeket is pontosan tudja a kormányzati büdzsé számon tartani, és maga az adózó is nem is elkerülési módokat, hanem a törvény adta lehetőségek kihasználásával foglalkozik, hanem a megtermelt jövedelem bizonyos részének a leadózásával. Nos, a mai műsorban ennyi fért vele. Én köszönöm, hogy megtisztelt, és ugye a nézőknek is ígértem, hogy a következőkben kibontjuk az adórendszer változásait, mi lenne az ideális, és miben kell változnia, illetve hát fontos, hogy a támogatáspolitikáról is essék szó, és természetesen ennek tükrében fogjuk vizsgálni, hogy mi történhet az agráriumban a következő esztendőkben az önök, mármint a kamara, a szaktárca és a terméktanácsok jóvoltából. Most köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Az első részét annak a változásnak, amely új rendszert kíván megvalósítani az agrár és az élelmiszeripari ágazatban is. Ez nem stratégia, sokkal inkább egy olyan elképzelés, amely a következő évtizedekben meghatározza a mi életünket, illetve az agráriumban dolgozók életét is.
Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!